Nagypéntek az evangéliumokban Jézus szenvedésének, halálának és temetésének napja, a liturgiában a husvéti szent három nap második napja. Szertartásai már a 8.-9. században kialakultak, ezekben a gyász és a kereszt tisztelete domborodik ki. Az Úr Jézus azért jött erre a világra, hogy az Isten emberként jelenjen meg, és az embernek megmutassa azt az utat, ami az ő boldogságát is jelentheti, vagy jelenti akkor, ha az Úr Jézus nyomába szegődik. Az ő szavai azok, hogy aki életét adja barátaiért, az mutatja meg az igazi szeretetet, tehát az önfeláldozásnak a csúcsát mutatja be akkor, amikor az emberi bűn büntetését magára vállalja az, aki bűn nélkül való volt ezen a világon egyedüliként, maga Jézus Krisztus. És hát ezért szomorú és tragikus egyúttal a nap eseménye, mivel azzal kell szembesülnünk, ami mi életünkben is nap mint nap történik, hogy tudnélék, az ember szívesen keresztre feszíti az igazságot, hogyha a maga egyéni érdekei haszna, pénze, hatalma úgy kívánja. És az Úr Jézus örök mementóként is hagyja nekünk a nagypéntek eseményeit, ami rávilágít arra az emberben kísértésként jelenlévő gyilkos ösztönre, amely minden korban eljátsza a maga szomorú és tragikus történetét. Ezen túlmenően azonban egy sokkal mélyebb és teljesebb jelentése van a nagypénteknek, amiben, amiről, amire az előbb már utaltam. Ebben az eseményben az Úr Jézus kinyilvánítja azt, hogy az Isten számunkra talán fölfoghatatlan módon rajongásig szereti az embert, és elszenvedi a legbrutálisabb halált, amit az ember a maga okosságával ki tudott azért, hogy a másik embernek szenvedést, fájdalmat kint és borzalmat okozzon. Nos, ez a rút kivégző eszköz a keresztfa, amely most a mi világunkban már a keresztények szimbólumává jelképévé szelidült, az, amit az egyház fölmutat a mai napon a liturgiában. Egyrészt azért, hogy az ember elborzadjon a gonoszságtól, és végre, vegye tudomásul, hogy nincsenek semleges cselekedetek az embernek, nap mint nap döntenie kell, erkölcsi döntéseket is hozni kell, és az Úr Jézus Krisztus arra hív meg bennünket, hogy az általa bemutatott isteni jóságnak a követei legyünk ebben a világban. Érezzük, hogy ez egy óriási feladat, nem könnyű. Az, aki rálép erre az útra, annak áldozatot kell hoznia, önfeláldozó emberré kell válnia, de ebből az önfeláldozó a szeretetből mindig érték fakad, méghozzá örök érték, üdvösséget hozó érték. És a mennyország az nem odaállt a halálunk után kezdődik, hanem itt és most éljük a mennyország boldogító valóságát, vagy a pokol elviselhetetlen gonoszságát. Attól függően, hogy kire adjuk a szavazatunkat. Júdások leszünk, pilátusok, farizeusok, vagy éppen a Krisztussal együtt szenvedni tudó, önfeláldozó lelkek, akik tudatosan vállalják ezt a feladatot, mert tudják, hogy ebből a fajta szenvedésből megváltás következik. A nagypéntek tehát tulajdonképpen egy szomorú esemény, azon túl pedig mégis egy reménykeltő esemény, mert van valaki történetesen a végtelen és szellemi létező az Isten, aki emberré lett, és Jézus Krisztusban közölte velünk, hogy szereti az embert, és elvárja, hogy üdvözüljön, hogy eljusson, hozzá a mennyek országába. Hát ez a gondolat már tovább visz a husvét öröm ünnepéhez, amely közvetlenül következik a a nagypénteki események után az egyház liturgiája is türelmetlen, és a harmadnapra való feltámadást is már nagy szombat este vagy éjszakáján elkezdi ünnepelni, mert ebből a hatalmas nagy áldozatból az emberiség megmeneküléseinek nagy ünnepe származik.